Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm a stúdióban Rég Lajos országgyűlési képviselőt. Kezdj Csókám, üdvözlöm a tévénézőket. Képviselő úr, mondhatjuk azt, hogy ez a havi szokásos tévés fogadó óra. Örülök, hogy újra találkozhatunk, mert nagyon sok mindent kell megbeszélni, nagyon sok minden történt a parlamentben, és hát a választó körzetben is. Kezdjük a parlamenti munkával, ami ide is kapcsolódik Tapolcára, méghozzá nagyon szorosan, ez pedig a top pályázatok ügye. Erről érdeklődnék én, és azt hiszem, hogy sokak általam, mert nagyon sok minden terve volt a városnak ezekkel kapcsolatban. Sok mindent szerettek volna megvalósítani, szeretnének is még, de nagyon bizonytalan ezeknek a pályázatoknak a sorsa. Lehet ezekről tudni valamit? Már régen eredményt kellett volna hirdetni. Így van, ahogy ön mondja. Múlt hétfőn volt egy vitanap a parlamentben a 2014-20-as ciklusra jutó Európa Uniós forrásoknak az elosztásáról, ahol, mint már tudtuk, mi legalábbis a tévénézők valószínűleg nem tudták azt, hogy a topos, ginopos és egyéb ilyen Európa Uniós forrásokat most már 2016-ban ugye le kellett volna hívni. Lázár miniszter úr elmondta azt a folyamatot, hogy képzeli el, hogy milyen folyamatoknak kell végbe menni 2016-ba, 2017-ben, és hogy az uniós forrásoknak nagyobb részét 2018-ra a megvalósítási szakaszba kell, hogy legyen. Hát ez sajnos... Én úgy gondolom, rajta kívülálló okokból nem valósult meg, de azt elmondhatom, hogy 2017. február-márciusára eredményhirdetések lesznek. Akkor viszont dömpingszerűen jönnek ki ezek a pályázati források. Ez a fennakadás azért fordulhatott elő, mert az elbírálás és a kiválasztási fázisba olyan szakembereket szerettek volna betenni, akik pártoktól, gazdasági érdekektől mentesek, és ezeknek a kiválasztása ugye úgy történt, hogy nemzetbiztonsági bevizsgáláson esnek át, egy szakmai továbbképzésen esnek át, hogy milyen feltételnek kell megfelelni a pályázatok, hogyan kell azokat a pályázatokat pontozni, és hogyha megfelelő pontozást kapnak, ugye a pályázatok nyernek. Tehát 2017. február, illetve márciusára várható a dömpingszerű pályázati forrásoknak a megjelenése, a pályázati forrásoknak a lehívása, és ebbe köztük van a választókerületemben ugye Sümeg, Ajka, illetve Tapolca beadott topos pályázata is. Ugye egy ilyen főleg nagy fontosság és nagyon kiemelt pályázatunk a gyógyhely pályázata, ami közel, hogyha jól tudom, egy 600 milliós beruházás jelentene itt Tapolcán. A tudomásom szerint a pályázat befogadásra került, tehát a maga benyújtott pályázat egy jó pályázat. Az elbírálási szakam, mint mondtam, február-márciusra meg lesz. Én azért fogok lobbizni a miniszter úrnál, hogy ez a pályázat megvalósuljon, hiszen ez egy gazdasági fellendülést, illetve turisztikai attrakciót jelentene Tapolca és a Tapolcán élők számára. Úgy gondolom, ez egy előre mozdulást jelentene az elmúlt évtizedekhez képest. Hát nem irigylem a pályázatok elbírálóit, nagyon hát, rövid idő van arra, hogy több száz, így ha van, nem több ezer pályázatot elbíráljanak. Így van. Nagyon oda kell figyelniük, azt hiszem. Ugye a régi rendszerben még az volt az elképzelés, hogy 2016-os évre az első felében megtörténik az elbírálás, utána a közbeszerzési eljárásnak a lefolytatása, és a kivitelezési fázis már 2017-ben elkezdődhet, amit a közbeszerzést ugye lezárták és eredményt hirdettek. 2017 a megvalósítás, és úgymond 2018 a szalagátvágásnak az ideje lett volna, de hát ez kitoló azon okok miatt, amit az előbbiekbe felsoroltam. Hát izgalommal várjuk akkor a februári időszakot. Mi is. Képviselő úr, az előző stúdióbeszélgetésünk nagy része az alaptörvény módosításáról szólt. Most mi ezzel a helyzet? Ugye a parlamentben nem fogadtuk el az alaptörvény módosítást, mert abban az esetben tudtunk volna elfogadni, hogyha minden fajta betelepítést elutasít maga az alaptörvény módosítás, de egy kiskapu azért nyitva maradt itt a letelepedési kötvényekkel kapcsolatosan, és ha jól tudom, a múltkori adásunkban már elmondtam, hogy erről mi a vélemény, az azóta se változott. Én azt gondolom, hogy ha teljes biztonságban akarjuk tudni Magyarország lakosságát, akkor minden egyes olyan betelepítési formát el kell utasítani, ami ezt lehetővé teszi. A letelepedési kötvény ezt lehetővé teszi, hiszen most már azt azért lehet tudni, így a 21. században azért hamis útlevelet, hamis okmányokat gyártani nem egy nehéz feladat, és
hogyha emlékeznek rá, ugye pont Gate Faraont mondtam, hogy őt is beengedték ide, bár ő nem letelepedési levéllel jött, letelepedési kötvénnyel jött Magyarországra, de mégis egy olyan embert engedtünk, akár miniszterelnök közelébe, szomszédságába, akit az Interpol körözött. Tehát az Amerikai Egyesült Államoknál kiadtak egy körözési engedélyt rá, és ezt mi nem vettük észre. És ő az már tudható, hogy ő a terrorizmust anyagilag támogatta, tehát egy nagyon veszélyes dolog. A letelepedési kötvények megszüntetéséről is mentek hírek, hogy kivezetik, vagy megváltoztatják, ebbe a struktúrába már nincsen rá szükség. Tehát, hogyha elhangzik egy ilyen, hogy ebben a struktúrában nincs, akkor feltételezzük azt, hogy lehet, hogy egy másikban azért van. Én úgy gondolom, hogy ez egy rossz kondíció megoldás volt itt a letelepedési kötvény, ezt majd 2020-ban a magyar adófizetők pénzéből kell visszafizetni. Az alaptörvény módosítást a Jobbik újra benyújtotta ugyanazzal a szöveggel, ahogy azt miniszterelnök úr is benyújtotta, egyetlen egy mondattal kiegészítve, hogy a letelepedési kötvények is megszüntetésre kerüljenek. Ezt az igazságügyi bizottság nem vette napirendi pontra, nem vette társorozatba, tehát ez évben már erről döntés nem fog születni. De hogyha az információm nem csalnak, és ezt önök is tudták követni a sajtóba, illetve a televízióba, ugye most az Alkotmánybíróság vizsgálja, hogy a jelenlegi alaptörvényünk alkalmas-e arra, hogy megvédje az országot. És az alkotmánybírók szerint, igen, mondjuk, ha jól tudom, volt 5 külön vélemény is, ami azért az is egy érdekes momentum, hogy miért adnak külön véleményt. Tehát a külön vélemény arról szól, hogy véleményük szerint nem, és mik lehetnek azok a lépések, amelyek ezt meggátolnak, megakadályozhatnak. Tehát az Alkotmánybíróság szerint a jelenlegi alaptörvény is alkalmas arra, hogy Magyarország úgy képviselje a magyarországi állampolgárokat Brüsszelben, hogy igenis ide a parlament beleegyezése nélkül más országból betelepíteni ne lehessen senkit. Ha felmerül bennünk a kérdés, akkor a 17 vagy most már 20 milliárd forint mire ment el? Mert hogyha ezt tudták eddig is, akkor szakmaiatlan volt a 20 milliárd elköltés, ha nem tudták, akkor szint úgy szakmaiatlan volt, mert miért költötték el? Képviselő úr, maradjunk még a parlamentbe, de elvezzünk az ön szakterületére, ami az egészségügy. Megnéztem a közelmúltbéli felszólalásait, és ezek között van egy olyan, ami itt Tapolcán is igencsak érdekes lehet, ez pedig az egészségfejlesztési iroda további sorsa. Itt Tapolcán igen nagy sikerrel működik, több százan vesznek részt a programokban, látványos átalakulások vannak, sokan tértek át az egészséges életmódra a szakemberek segítségével. Igen. Következik a 3 éves fenntartási időszak. Igen. Kell félnünk attól, hogy nem lesz egészségfejlesztési irodánk? Nem kell félnünk tőle, mert az anyagi forrást az a központi költségvetés biztosítja az egészségfejlesztési irodák számára. Azon kell elgondolkodnunk, és ez felvetődött bennem, és el is mondtam a parlamentbe, hogy milyen funkciót szánunk az egészségfejlesztési irodákban. Az, hogy a megelőzés legyen a fő szempont, ami véleményem szerint amiért kitalálták, akkor viszont forrásokat kell pluszba biztosítani, hogy megelőzzük azokat a betegségeket, ami miatt a betegek ugye a kórházba kényszerülnek ápolásra. Vagy magának a gyógyító mechanizmusnak, a gyógyító funkciónak lesz a része az EFI-iroda, ami véleményem szerint nem jó, hiszen egészségfejlesztés és megőrzés, tehát pont annak kell, hogy megfeleljen, és azt a funkciót kell, hogy ellássa, amit az előzőekben mondtam, hogy inkább a megelőzésre. És ott azért olyan szakembereket kell, hogy foglalkoztassunk, akik ebbe tudnak segíteni, dietetikusokat, gyógytornászokat, olyan terapeutákat, akik elmondják, hogy hogyan lehet egészségesen étkezni például, tehát hogy megelőzzük azokat a cukorbetegségeket, a magas koleszterin szintet, hogy megelőzzük, hogy ne alakuljon ki nálunk, hiszen a Magyarország populációban a legnagyobb halálozási arányt ugye a diabétesz, illetve a magas koleszterin szint okozza, és az abból adódó betegségek, ugye cukorbetegség, szívinfarktus, stroke, magas vérnyomás betegség, amely ugye Európában itt a legmagasabb nálunk Magyarországon. Ilyen funkciót tudunk neki találni, és mellé olyan forrás biztosítani az állami költségvetésből, amely ezt lehetővé teszi, akkor az EFI-iroda megtalálta helyét az egészségügyben.
Következő ilyen téma, ami a parlamentben elhangzott, ez az e-cigaretta, hát számomra nem egy kellemes téma, mert a cigarettának ezt a formáját is elutasítom, de kijelenthetjük róla akkor, hogy az e-cigaretta az dohánytermék, vagy nem dohánytermék, hol lehet megvásárolni, hol nem lehet megvásárolni, mert ezekről aztán mindenfélék keringenek itt azok körében, akik ezzel élnek. Igen, ez több fajta előterjesztésben megjelent a parlamentben, és szerintem havi szinten vitáztunk az e-cigarettáról és a dohányzást imitáló termékeknek az árusításáról. Ugye Lázár miniszter úr elmondta, hogy ezek a termékek dohányterméknek számítanak, és a kiskorúak védelmére való tekintettel ez csak dohánytermékeket árusító boltba lehet árulni ezek után. Mi pont az ellenkezőjét gondoltuk, hogy ne erősítsük már ezt a dohánylobbit, hogy csak plusz bevételt adjunk ugye a trafikoknak, hogy még több sráfot leszedjenek az emberektől. Hagyjuk ott a szaküzletekbe, lehessen ott árulni, azt meg tudják oldani ők is, hogy a kiskorok oda ne menjenek be, illetve magát a trafikot, ezt a szaküzletet, szakboltot meg tudják ők is úgy oldani, hogy lefóliázzák, hogy oda ne lássanak be, hiszen ott azért szakdolgozók vannak, akik értenek ezekhez a úgynevezett elektromos dolgokhoz, hiszen azért itt akkumulátorról beszélünk, töltőkről beszélünk, azoknak használatát meg kell mutatni, és ez nem mindegyik dohány, tehát nem tartalmaz mindegyik nikotin. Vannak ízesített utántöltők, amelyek abszolút nem tartalmaznak ugye nikotint, így nem is dohánytermék, attól sem dohánytermék, mivel ez gőzt és párát bocsájt ki, nem füstölt, nem égési terméket állít elő. Én úgy gondolom, és beigazolódott, hogy ezt vette az egészségügyi minisztérium is, hiszen kivették az e-cigarettát ebből a kategóriából, és maradhatnak a szaküzletekbe. Akkor megnyugodhatnak azok, akik ezzel élnek, hogy ott vásárolhatják meg, ahol eddig, és így pont van, olyan körülmények között. Így van. Ugye nagy volt a felháborodás, mert azért gondoljunk csak abba bele, és ez tény, és felmérések mutatják, hogy ezzel a termékkel többen leszoktak a dohányzásról, mint azokkal a termékekkel, amiket orvosok írnak fel, akár nikotintartalmú rágógumi, spré, tapasz, így van. Maga a mozdulat az megmarad, könnyebben csökkenti a nikotinadagot, könnyebben elhagyja magát a nikotint, és áttér egy kevésbé ártalmas, nem azt mondom, hogy ártalmatlan, de sokkal kevesebb ártalmmal jár, mint mondjuk a cigaretta, és így szoknak le róla. És hogyha maradt volna a dohányüzletekbe való árusítás, most képzeljük el, aki évek óta már nikotinmentes, ízesített ilyen e-cigarettán él, és ezek után beűzzük őt egy dohányboltba, hogy ott kell megvenni ezeket a patronokat, így van, nagyobb a, nem biztos, hogy visszaszokik rá, de a lehetőség az adott. Nagyon sokszor hangzik el az ön szájából az a szó, hogy saláta törvény. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez pontosan mit jelent, mit foglal magába, és miért kell ezt az egészségügyel kapcsolatban ilyen sokszor emlegetni? Az egészségügyi saláta törvény ugye azért saláta, mert több jogszabály módosítást foglal egyetlen egy szavazással össze. Tehát volt idén két ilyen saláta törvény módosítás, az egyik talán 110 paragrafusba módosította magát az egészségügyi törvényt, a legutóbbi is egy 60 paragrafusnyi módosítás van. Ez lehet mondatszerkezetbeli változás, akkor a jogszabály megváltozott, annak a megváltoztatása és alkalmazása, illetve új jogszabályok bevezetése. Most ez salátatörvényt azért nem szeretjük mi ellenzéki politikusok, mert a salátatörvénynek egy része jó. Tehát 90% az, ami teljes mértékig támogatható. Minden párt igen. részéről. Igen. Viszont a salátatörvény alkalmas arra, hogy a kevésbé jó dolgokat, tehát akkor nem leszek ilyen, a rossz dolgokat is beleteszik a salátatörvénybe, és együtt fogadjuk el egy szavazásra, nem külön-külön a jó dolgokról és külön a rosszról, hanem egy szavazásra, és ilyenkor szokták azt mondani, bezzeg az ellenzéki politikusok nem szavazták meg azt. De nem mondják azt el, hogy természetesen, mert azért, mert egy salátatörvény keretén belül nyújtottuk be, és általában a salátatörvények
beszokták az egészségdolgozóknak a bérrendezését, akár a 2016-os, 2017-es évre, és mellé tesznek egy olyan dolgot, itt köztük volt egyébként az előző egész saláta törvényben az e-cigaretta is, tehát azt is becsempészték. Tehát ilyenkor van nehéz helyzetben, hogy most akkor melyik ujját harapja meg az ember. De én úgy gondolom, hogy mivel az egészségügy egy akkora terület, sajnos ezt máshogy nem lehet megoldani. Vitázni lehet, módosító indítványokat lehet beadni, amit a bizottság vagy elfogad, vagy nem. Hogyha a bizottság nem fogadja el, akkor még van egy ilyen kis kapu, hogy felméri azt, hogy valóban van benne beráció, amit az ellenzéki képviselő benyújtott, akkor ők egy kötőszót kicserélnek, és bizottsági módosítóként ők benyújtják, ilyenkor el szoktuk fogadni, mert természetesen olyan, mintha mi nyújtanánk be. Tehát a saláta törvény ezt akarja, és ez ugye nem csak az egészségügyre jellemző, az élet bármely területén vannak olyan saláta törvények, a jogalkotás terén, közigazgatás terén, gazdaság, mezőgazdaság terén, amiket benyújtanak saláta törvény keretén belül, amikkel ugyanez a helyzet. Említette, hogy vannak részek, amelyeket el tud fogadni, és az egészségügyre jó hatásra, pozitív hatása lesz. Melyek a legjellemzőbbek, vagy melyik a legnagyobb hatásúak ezek között? Ugye, amit elmondtam az előzőekben is, a bérrendezés, így van, az e-irodáknak a kérdése, és most a gyógyszertári praxisoknak a kérdését azt a köztársasági elnök úr ugye az felülvizsgálatra azt vissza is adta a saláta törvényen együtt, tehát itt újra szabályozásra lesz szükség, illetve olyan például a halucinogén anyagoknak a meghatározása, hogy mi számít drognak, ugye ilyet heti szinten lehetne behozni a parlamentbe, hiszen heti szinten változtatják azok a kémikusok, akik ezzel foglalkoznak, hogy megváltoztatnak egy összetételt, és akkor már nem számít drognak, hanem más élvezeti cikknek, de ugyanolyan hatást vár ki a fiatalokba sajnos, ami egészségkárosító, sokszor halálos kimenetelő, és ezeket a heti szinten lehetne visszahozni. Képviselő úr, egy elég indulatos felszólalása volt az ajkai fertőzőosztállyal kapcsolatban. Nevesül, hogy ott már évtizedek óta nem történt semmiféle felújítás, semmiféle modernizáció, holott a kórház egészét, ha megnézzük, akkor azért történtek dolgok. Lesz előrelépés ebben, mert a válaszban, amit kapott, abban nem nagyon tudtam felfedezni erre vonatkozó utalást. Én sem, de nem hagyom annyiba. Ugye ezt egy ajkai televízió vetette fel először, milyen problémák, de hát az odalátogatók azok látták, hiszen ez nem magában a tömbben van, hanem egy különálló épület. Igen. Volt szerencsém nekem is hozzá. Sajnos, igen. Tehát a fertőző osztályról mindenkinek csak rossz élményei vannak, hiszen ott azért nem tartozik azok közé, az osztályok közé, ahol úgymond felbátorodva mennek be az emberek, de az épületnek a minősége az a gyógyulás minőségét is meghatározza nagyban, hiszen egy új felújított vagy felújított épületbe és osztályra azért sokkal könnyebb a higiénés körülményeket fenntartani, mint egy rossz állapotúban, én úgy gondolom, és ez az elmúlt időszakban be is bizonyosodott ott, akár Győrbe, hogyha láttuk a nőgyógyászati fürdőnek az állapotát. És ha visszatérhetünk az ajkai kórházra, ugye ott egy nagy beruházás volt, egy infrastruktúrális beruházás, nyilázárok cseréje, belső funkciókat felújították teljes mértékig, ez egy különálló épület. Ugye lehet azt mondani, hogy ez nem csak ajka kórházé, tehát ez nem csak az ajka és az ajka vonzás körzetében élőké, hanem a megyei. Igen. Ez egy megyei szintű ellátást végez a fertőzőosztály, ide Veszprémből, Ajkáról, Tapolcáról, Sümegről, sőt Pápáról, Várpalotáról jönnek fertőző betegek. Valószínűleg ezért maradhatott ki a fejlesztésből, mivel nem volt szorosan az ajkai kórház része. Államtitkár úr a válaszában ugye kitért arra, mert hogyha konkrétan erre kérdezek rá, akkor lehet, hogy konkrétabb választ fog adni. Na most ezt a hibát kiküszöbölve írásbeli kérdést fogok feltenni, hogy milyen forrásokat lehet biztosítani arra, hogy ez az ajkai kórház területén lévő fertőző osztály is megújuljon. Hogyha felmennek a közösségi oldalról, meg lehet nézni, hogy milyen állapotok uralkodnak, ott a vezetékek lógnak a falból, életveszélyes a lépcső maga, de hát ez sajnos már ilyen volt 10-15 évvel ezelőtt is. 10-15 évvel ezelőtt is ráfért volna egy felújítás erre az épületre. Képviselő úr, az ön pártja már egy ideje mondogatja, hogy nem csak a nőknek, de a férfiaknak is 40 év munkaviszony után
igenis nyugdíjba kellene vonulni. Most ezzel kapcsolatosan volt felszólalás a parlamentben, komoly vitát is gerjesztett. Így van. Maga ez a 40 plusz ugye a férfiaknak is, hogy megjárhat 40 év ledolgozott munkaviszony után. Ugye annó 2014-ben még a Fidesz tűzte zászlajára azt, hogy a 40 évet ledolgozott nők mehessenek nyugdíjba, de akkor még munkaviszonyról volt szó, most viszont amikor már behozták a törvényt, akkor már jogosultsági időt vettek be, amiből nagyon sok időt kivettek, mint például a gyest, a gyedet, tehát ezek nem számítottak bele, akkor az otthon ápolást nem számították bele, amit azért nagyon sok nő tett, akár a hozzátartozó a gyerekével, szüleivel, ez nem számított bele a munkaviszonyba. Mi azért ezért nem szavaztuk meg, mert fél megoldásokhoz nem adjuk oda az X-et. Lehet, hogy 180 ezer nyugdíjas élhetett, vagy nő élhetett ezzel, viszont 75 ezer kimaradt ebből a rendszerből, akiknek ugyanúgy megjárhatott volna a 40 év ledolgozott munkaviszony után az, hogy nyugdíjas éveiket otthon, unokákkal, családi körben, és még hangsúlyozom, egészségbe eltöltsék. Most ezt a lehetőséget szerettük volna a férfiaknak is megadni, erről volt egy vitanap, amely tényleg egy parázsvitát váltott ki. Észérveket a kormánypárt részéről nem hallottunk, hogy miért nem szeretnék. Viszont nagyon sok olyan plusz elhangzott ellenzéki részről, hogy mi miért akarjuk és miért szeretnénk. Mi úgy gondoljuk, hogy a férfiaknak is adjunk lehetőséget, hiszen férfiak nagy része, 90% azért fizikai munkát végez. És mindegyik felszólása az úgymond a saját szakterületéről szólt. Az egyén, ugye az egészségügy szakterületéről, akár a kórházból, akár a mentőktől vett példákat mondtam el, azért ez nagyon sok fórumon elhangzik, hogy nehéz azt elképzelni, hogy egy 35-38 év munkaviszony után egy 60 éves mentős a negyedik emeletről hogyan tud lehozni egy 120 kilós beteget. Nagyon nehéz. Véleményem szerint egy 60 éves se tudja ezt megoldani. Lehetőséget kell biztosítani arra, és ez nem kötelező érvény. Mi nem azt mondtuk, hogy 40 év munkaviszony után kötelező elmenni, lehetőséget biztosítsuk arra, hogyha ledolgozott 40 évet, akkor nyugdíjba vonulhasson. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok férfi is élne ezzel a lehetőséggel. Ezt a lehetőséget meg kell nekik adni, és hogyha figyelte a felszólalásomat, ugye ott azért elmondtam, felsoroltam pár nevet, akik sajnos nem érhették meg ezt a boldog nyugdíjas évet, mert annyi évet eltöltöttek akár a kórházban, ugye osztályvezető főorvosként, igazgatóként, műtős fiúként, akikkel együtt dolgoztam, vagy a mentősök közül olyan fiatal emberek, akik tényleg munkavégzés közben haltak meg, és az szörnyű volt látni, és ez mind annak a következménye, hogy túlhajszolták magukat, és már nem bírták ezt a hajtást. Ha másik oldalát nézzük, ha megérik a nyugdíjas éveket, el tudnak menni nyugdíjba, akkor nézzük meg azt, hogy milyen körülmények között tudnak elmenni nyugdíjba, milyen betegségekkel küzdködnek. Ha úgymond idézőjelben szerencséje volt a dolgozónak, és nem kapott infarktust, nem kapott sztrókot, akkor nagy valószínűséggel gerincsérv betegséges derékfájdalmakkal küzdködik a nyugdíjas éveibe, és az egészségügyel már nem úgy találkozik, hogy ő benne dolgozik, hanem sajnos őt benne ápolják. Ezt szerettük volna ugye ezzel megoldani, ezzel a 40, hogy lehetőséget adjunk neki. Ugye felsorolta a kormánypárt, hogy milyen plusz támogatásokat adnak a nyugdíjasoknak, milyen lehetőséget adnak azoknak, akik erre rászorulnak, például a gyógyszerár támogatás. Véleményem szerint nem a gyógyszerár támogatás lenne a legnagyobb segítség, hanem az egészség megőrzés. Nem az arra kell ösztönözni, hogy gyógyszer szedjen, hanem próbálja meg megőrizni az egészségét, és ez egy lépés lenne véleményem szerint az egészség megőrzéshez, ha azt látná, hogy 40 év ledolgozott munkaviszony után elmehessen nyugdíjba. Nyilván nem kevés férfi élne ezzel a lehetőséggel, hogyha ez adódna. Van-e a Jobbiknak arra javaslata, hogy az ő nyugdíjukra honnan kerítsen elő pénzt hát az állam? A költségvetés ugye egy nagyon metamorf dolog, tehát azt bárhogy lehet alakítani. Az átcsoportosítás egyik tételből a másikba, az nem egy nehéz, ezt közgazdászok oldják meg. Általában a költségvetés módosító, amikor benyújtjuk ezeket figyelembe véve, mindig megvannak azok a helyek, ahonnan át lehet csoportosítani a nyugdíjasok részére, a nyugdíjas ellátás fejezetbe. Általában ahonnan pénzt szoktunk átcsoportosítani, az a miniszterelnökség keret, ilyen céltartalék, az egy nagyon nagy
tömeg, tehát egy több százmilliárdos tétel, amiből megvalósítják azokat a látványberuházásokat, akár a budai vár tekintetében, akár más ilyen stadionépítések, ami nem uniós pénzből, tehát nem még egyszer hangsúlyozom, mert az uniós pénzből ezt nem lehet megoldani, de vannak olyan tartalékok, amikből át lehet ezt csoportosítani. Ez az első. Viszont azt is meg kell oldanunk, hogy az ő helyükre aktív fiatal dolgozók menjenek. Azt viszont csak úgy lehet megoldani, hogyha minden egyes szegmensben teljesen mindegy az, hogy milyen szakmát nézünk, a béreket úgy rendezzük, hogy ne menjenek ki külföldre dolgozni, és ez legyen pék, asztalos, ácsálványozó, egészségügyi dolgozó, tanár, mert most már most itt Magyarországon sajnos már nem csak azt lehet elmondani, hogy az egészségügyi dolgozók mennek, hanem mindenki. És ha ezt meg tudjuk oldani, akkor a nyugdíjak is rendezve lesznek. Képviselő úr, Tapolcán november 11-én ünnepeltük a szociális munkanapját. November 12-e a napja egyébként. A kormány szerette volna, hogyha ez munkaszüneti nap lesz a szférában dolgozók számára. Hát ez aztán nem fog megvalósulni, úgy tűnik. Meg fog valósulni, valószínű, ez egy feles törvény. Uh-huh. Tehát az előterjesztés Lázár miniszter úr, Balogh miniszter úr és csatlakozott hozzá Kovács Sándor, fideszes képviselőtársam, ők nyújtották be, ők voltak az előterjesztői ennek a javaslatnak. A javaslat azt tartalmazta, hogy november 12-e a szociális dolgozók napja legyen, és ez munkaszüneti nappá legyen nyilvánítva. Eddig az előterjesztés teljesen támogatható, hiszen ez egy erkölcsi elismerése azoknak az embereknek, akik nagyon kevés pénzért nagyon áldozatos munkát végeznek. Az előterjesztés másik részét azért már nem mondják el, tehát az már a hírekben nem jelenik meg, viszont ott a B pontba a köztisztviselői napot viszont megszüntetnék. Ez igencsak rossz hír, azt hiszem sok... Így van. Tehát a miértjét... Ebben a szférában dolgozik. Így van, tehát a miértjét is lehet tudni, tehát nem kell az zselinek lenni. Ugye Lázár miniszter úr bejelentette, hogy a köztisztviselőknél ugye nagyszámú elbocsájtás lesz, több ezer embert érintő elbocsájtást, és feltételezzük, hogy mivel elbocsájtják őket, ezért a csökkentett számú köztisztviselőknek nincsen szükségük köztisztviselői napra. Dehogy nincsen, nekünk az az álláspontunk, hogy mind a kettőnek van szüksége, tehát egyik nem mehet a másik rovására, hiszen ez egy feszültséget okoz a két szakma között. Mi próbáltuk módosító javaslattal azt elérni, hogy a köztisztviselői nap az maradjon, tehát az, hogy ezt a passzust ebből az előterjesztésből vegyük ki, és természetesen tudjuk támogatni azt, hogy november 12-e ugye maradhasson munkaszüneti nap. De hát ez nem került befogadásra, ezt elutasították, a feles törvénnyel meg fogják szavazni, viszont mi megpróbáltunk még jobban javítani ezzel kapcsolatosan. Óna Gábor elnök úr, Lukács László képviselőtársam, Vágó Sebestyén képviselőtársam és én közösen nyújtottunk be egy határozati javaslatot, ami arról szól, hogy 2017. február 19-ét nyilvánítsák az ápolók napjává. És ez nem csak az egészségügyi dolgozóknak jelentett volna plusz egy munkaszüneti napot, hanem a szociális szférában dolgozó ápolók és gondozóknak is munkaszüneti napként jelent volna meg. Ugye ez azért is egy nagyon szép esemény 2017-ben, mert Kossuth Zsuzsannának a 200. születésnapját ünnepelnénk akkor, és ez egy országos rendezvény lenne, több helyen rendezhetnének egészségnapokat, az egészségügyi és a szociális szférában egy kerekasztal beszélgetést, hiszen azért azt lehet tudni, hogy van egy közös halmaz, ugye, amit elmondtam a szociális dolgozók napján is, hogy az ápolás az, ami egy közös halmaz a két szakma között, és ezt munkaszüneti nappá nyilvánítsák, nem támogatták sajnos ezt sem. Képviselő úr, a napokban voltunk forgatni, hogyha már a szociális munkanapjával kapcsolatban beszélgettünk, az idősek nappali ellátásán itt a Tapolcán, és ott elhangzott az ön neve, mint támogató, ugyanis volt egy akció, hogy az idős és rászoruló emberek számára hajvágást
tartottak. Hát ilyen nem nagyon volt még itt Tapolcán, a környékben sem tudok róla. Minden esetben egy nagyon szép kezdeményezés volt, és nagyon sokan voltak. Hát hogy találták meg képviselő urat ezzel? Nagyon jó ötlet volt egyébként, ez nem az én fejemből pattant ki. Lukács a Boglárka keresett meg engem közösségi oldalon, hogy lenne egy ilyen elképzelése, hogy tudnám-e támogatni. Uh-huh. Nagyon megörültem a felajánlásnak, hiszen egy pénzbe nem kerül, itt csak azt kell adni, amihez ő ért, és ő is a kolléganője a hajvágáshoz ért, mivel fodrát, és felajánlottak egy ilyent, hogy szabad idejükbe bármennyit, tehát amennyi belefér abban a napban, ők nagyon szívesen elvállalnak, és ahogy látom, nagyon szép számmal jelentek meg. Én innen a televízióból is szeretném megköszönni az ő áldozatos és felajánlásukat és munkájukat. Beszéltem Boglárkával, külön megköszöntem neki, és azt mondta, a közeljövőben bármilyen ilyen ötlete van, én nagyon szívesen állok az élére, és támogatom ezt a felajánlást, hiszen és ha jól tudom, akkor pont a jótékonysági napon volt ez megszervezve, tehát még az időpont is egy nagyon jól összehangolt munka volt. Az önkéntes munkanapja, világnapja volt. Azért érzik az emberek, hogy a szociális szférára rászorul a támogatás, ha ezt az akciót nézzük is. És ugye itt van advent, ilyenkor az embernek mindig egy kicsit jobban megmozdul a szíve, és jobban odafordul a rászorulók felé. Ez az adventi időszak képviselő úr életében mit jelent? Ugye a felkészülés, Krisztus születésére a felkészülés. Ilyenkor megpróbálok minden egyes hétvégén, és főleg vasárnap a családommal lenni, hiszen a család az, aki a legnagyobb támogatást és támaszt adja az embernek úgymond a megterhelő mindennapokban, és ez az a nap, amikor visszaadhatom azt a szeretetet, amit a családomtól kapok. Nagyon sok szeretetet, nagyon sok támogatást kapok tőlük, nagyon sok biztatást kapok tőlük. Az advent, a felkészülés, és én arra szeretnék felkészülni, hogy a jövő évben egy áldozatos és előretörő munkát tudjak végezni, akár Tapolca, akár Sümeg, illetve akár a Ajka térség lakosainak érdekében. Köszönjük szépen, akkor jó felkészülést kívánunk képviselő úrnak, szép karácsonyt, és majd aztán boldog új esztendőt is, de talán addig még megtalálkozunk. Köszönöm szépen, innen szeretnék én is áldott békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánni minden egyes nézőnek. Köszönjük szépen, képviselő úr.